Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával. Hát mi már itt hónapok óta, sőt, talán évek óta kínunkban azon poénkodunk a reggeli tőzsdejelentésekben, hogy akár Magnóról is bejátszhatnánk azt, hogy újabb történelmi csúcs, minden index fölfelé ment, korrekció nagy ritkán van, aztán havonta egyszer, amikor éppen esik, akkor majd akkor kell csak beszélni, mert az egész Magnóról, mert hogy igazából semmi se változik. Aztán kiderült, illetve hát Jóna Prihárd kimutatta, hogy ezt a számok is alátámasztják, hogy egészen extrém kevés kis korrekcióval tarkítva tart ez a nagyon durva emelkedés. Úgyhogy itt van velünk Jóna Prihárd, az akkord alapkezelő portfólió menedzsere, aki ennek a hátteréről is fölvilágosít bennünket. Most akkor többet megtudunk arról, hogy mégis hogy történhet meg ez az amerikai tőzsdén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát mi a legfőbb ok? Nem, illetve a számok mit mutatnak először, igen, a visszaesésekről. 135 kereskedési nap telt el 2021-ből, és ebből 3 napon zárt az 50 napos mozgó átlaga alatt, ami még szűkebb, mint egy 2,5 hónapnyi átlagos ára ugye az indexnek. Tehát ebből 3-szor, azaz 2%-nyi esetben sikerült ez alatt zárnia az S&P 500-nak. 7-szer volt megtesztelve, hogy napon belül alatta járt, vagy megtesztelte az index az 50 napos mozgó átlagot. Mind a 7-szer másnap 1,1 és 1,9% közötti emelkedés jött az indexbe. Számomra egyértelműen mutatja azt a jelenséget, hogy gyakorlatilag semmilyen érdemi intézményi eladás nincsen, ha az egész részvénypiacot nézzük, tehát ha valaki elad valamilyen részvényt, vagy valamilyen részvénycsoportot, akkor egy másik fajta részvényt fog vásárolni belőle. Tehát nincs kiáramló pénz a piacból, ugye a sok százmilliárd dolláros lakossági beáramlás mellé még mindig azok a jelek mutatkoznak meg, hogy az intézmények le vannak maradva, és amikor ugye megteszteli az 50 napos mozgó átlagot az index, akkor az elmúlt években volt sokszor az, hogy durván áttörte, aláesett, és nagyon hirtelen jött egy 3%-os, 4%-os esőnap, egy 10%-os esés 2-3 nap alatt, amikor ugye mindenki egyszerre próbált eladni, és akkor volt valódi eladás is a piac mögött. Most az a véleményem, hogy sokszor nézegetve ezt az egyre kulcsfontosságú mozgó átlagot, hogy minél többször tesztelés, érdemben tesztelés mindig visszapattan róla, akkor nagyon nagy hatása lesz, ha egyszer majd nem pattan vissza erről, vagy ugye csinál egy alacsonyabb csúcspont, alacsonyabb mélypont kombót is ehhez az index a technikai kép alapján. Tehát az látszik, hogy az 50 napos környékén megsortolják, hogy hát ha most esik alá is másnap, fülüket, farkukat behúzva menekülnek a befektetők, és veszik vissza a papírokat és a részvényeket. És az a döbbenet, hogy ez a 3 nap, amit az 50-es alatt töltött, ha én júli 13-ig néztem minden évben a január másodiki naptól a kereskedést, 1995-ben volt utoljára ilyen év. Arra már a magyar tőzsdéről emlékezhetünk, hogy akkor indult el a másfél év alatt 1500 pontról 8500-ig a Bux Index. Az első nagy emelkedés. Tehát annak megvolt az a brutális hatás az, abban az évben nem, hogy alatta nem volt az egész évben az 50-es alatt az S&P 500, hanem még meg sem érintette. Tehát az a, mindenkinek javaslom, nézzen rá egy 95-ös csártra, mert az volt a legdurvább év, amit én ilyen bika szempontból láttam. De szó, ami szó, összesen a 60 év alatt 3 ilyen év volt, hogy ennél kevesebb szer lett volna 50 napos teszt. 1975, 1983 és 1995. És 12 olyan év volt, ami a mostanihoz hasonlóan erős volt, és ebből 11 évben 5 és 11 évben emelkedett, vagy nem esett az év hátralévő részében az S&P 500 index, mindössze a 75-ös évben, ahol 38%-kal kezdte az első 6,5 hónapját az évnek, esett vissza belőle 5%-ot, de ugye akkor a 73-74-es medvepiac, ami lefelezte az S&P-t, abból volt a pattanás, tehát technikailag más volt a kép a mostanihoz képest. Hát ugye pont a mostanihoz csak annyit, hogy most, ugye
egy visszapattanó időszakban ez úgy még érthető, de könyörgöm, 10 éve emelkedünk. Tehát 10 éve várja mindenki, hogy itt valami történhet, és a 10. vagy 11. már nem is tudom pontosan, a 6. évben van az, hogy a legdurvább emelkedő szakasz mutatja, visszaesés nélküli emelkedés mutatja a piac. Ha 2009. március 6-as mélypontokat nézzük, akkor ugye már ez 12 év és 4 hónap. És gyakorlatilag az látszik, hogy megint a bocsánat az angol szóért, ebben az uncharted territoriumban van a piac, tehát ahol még soha nem jár, és egészen egyszerűen semmi nemű trigger nincsen a piacnak arra, hogy belekezdjenek az intézmények az eladásba, sőt, nekem kísértetiesen hasonlít, ha valaki egymás mellé rakja a Trump megválasztása utáni S&P-nek a csártyát, és a Joe Biden megválasztása utáni S&P-nek a csártyát, ugye itt azért volt a mostaniban egy trükk a Pfizer vakcinával rögtön az elnökválasztás után néhány nappal, gyakorlatilag kísértetiesen hasonló, tehát továbbra is az a helyzet, hogy semmi más nem figyelnek a befektetők, mint hogy tartja a végtelen pénzbőség, és tulajdonképpen azt látja mindenki, hogy tart. Ha agyonvernék Jerome Powell, egy bázisponttal nem emelne akkor se kamatot, vagy nem vonna vissza semmit ebből a monetáris lazaságból. Tehát egyelőre semmilyen jele nincsen annak, hogy ez a fajta pénzbőség ez nem marad fent tovább. És ugye elképesztő, ami zajlik, tehát nekem ott van az igazi bizonyíték az intézményi lemaradásban, ugye, hogy volt egy 6 hónap november eleje a Pfizer vakcina hír, és május eleje között, amikor a hagyományos részvényeket húzták szanaszéjjel, jelentékenyen túlteljesítette a technológiát, ami merőben új jelenség volt az előző évekhez képest. Igen, és ez ugye a rotációs időszak. Bankot, olajat, ciklikust, mindent, és ezek a részvények óriásit mentek, a technológia pedig inkább oldalazott. És májusban talán az első brit delta variáns híreknél mellé a Sally Mayen Galway struktúrára a túl nagy menetelésre egyébre elindult egy ilyen egészségesnek tűnő korrekció ezekben a nagyot emelkedő részvényekben, és ugye hogyha lefelé szeretett volna fordulni a piac, akkor a előző hónapokban relatív gyenge technológiának el kellett volna indulni a lefelé, ehelyett mi történt, gyakorlatilag szanaszét tépik a technológiai részvényeket. Tehát mondok egy pár. A JP Morgan 10. legértékesebb amerikai vállalat, 470 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, ebbe beleadtak egy ilyen 12-13%-nyi korrekció volt. Mi történt? Az akkor még 340 milliárd dollárt érő Nvidia-t 510 milliárd dolláros cégé húzták, 50%-os emelkedés, torony magasan a legértékesebb chipgyártó jelen pillanatban, és az Egyesült Államok 8. legértékesebb cége, tehát hagyományos cégből, csak a Warren Buffett-féle Berkshire előzi meg már az Nvidia-t ebben a rangsorban. Ugyanezt a párt föl lehet állítani a 350-400 milliárd dolláros kategóriába, a Home Depot-ba ugye a nagy házépítési bumba óriási húzás volt. Elindult egy korrekció lefelé, és gyakorlatilag a másik oldalon a PayPal-t húzták szanaszét újfent, ami a 15. legértékesebb tőzsdei cég az Egyesült Államokban jelen pillanatban, de az Adobe chartra, ha valaki ránéz, ugyanezt történik a Shopify-on, 8 nap alatt húztak 30%-ot felfelé, és folyamatosan az zajlik, hogy ugye most kiment egy kicsit a pénz a hagyományos részvényekből, de már jön is vissza egyébként, és a technológiai részvényeknél zajlott ez az emelkedés, és a hónapok óta oldalazó 2000 milliárdos cégekbe is nagyon-nagyon komoly piaci kapitalizáció épült, tehát az Amazon új csúcson van, az Apple új csúcson van, a Google és a Facebook eleve nagyon erős volt már ebben az évben. Tulajdonképpen egyetlen olyan részvényt lehet mondani a nagyobb nevek között, aminek nincs jó éve, az a Tesla, hát nem kell csodálkozni azon, ugye tavaly gyakorlatilag a 19. októberi gyors jelentés előtti 50 dollárról haszlít el, kiigazítjuk, 200 dollárig ment az árfolyam, tehát ott azért az egy külön eset, hogy egyben rakjuk akkor az előző időt. Mit csinál az alapkezelő, és mit csináljon az egyszerű befektető, ebből mi következik? Ülünk, veszünk, esetleg kicsit átcsoportosítunk a menők között, de eladni teljesen fölösleges, hanem minden pénzt a tőzsdére. Addig, ameddig nincsen arra utaló jel, hogy kitáraznak.
És most nálam nagyon egyértelmű az arra utaló jel, az az S&P 500-nak az 50 napos mozgó átlaga. Mondom, hogyha ez együtt jár egy alacsonyabb csúcs, alacsonyabb mélypont kombinációval a rövidebb távú párhetes csártokon, az lesz egy eladási jelzés. De mindaddig, amíg ezt a dolgot nem látjuk, addig egészen egyszerűen eladásról beszélni, esetleg shortról beszélni, nincs értelme ezen a piacon. És ugye azért megint egy nagyon nehezen előrejelezhető időszakban vagyunk, július 15-én a hónap hátralévő részét nézzük, mert a hónap utolsó hetében az összes nagy technológiai cégnek jön a gyors jelentése, és július 28-án lesz emellé egy fedülés is, ami szerintem úgy, amúgy nem fogja meglepni a befektetőket. Tehát ez a helyzet. Komolyan mondva, nagyobb veszélynek látom azt, ha ezt veszélyszónak lehet nevezni, hogy egy ilyen végső melltap szakasz előtt vagyunk, ahol a lemaradó kinyugban szanaszéjjel fogják tépni ezt az egész globális részvénypiacot, mert azt látom, és a csártok egyértelműen azt mutatják, ha október végéig, november elejéig nem jön egy esés, akkor az összes lemaradónak az év végén mutatnia kell, hogy ő is benne volt ebben a részvénypiacban, ő is ott volt, tehát hát akkor megéri felülni még a vonatra. A vonatra felülni csak és szigorúan, ugye mivel feszített, és nagyon technikai ez a piac szerintem, nagyon-nagyon szigorúan csak stoppokkal lehet. De ha valaki megtalál egy ponton olyan kockázathozam párt, ahol nagyon világosan látja, hogy oké, kockáztatok 100 pontot az S&P-ben, de ha bejön, akkor két hét múlva már plusz 100 pontban kell lennem, és nullába húzhatom a stoppomat. Tehát ha valaki ilyen pozíciót talál, ami nagyon gyorsan olcsó pozícióvá, vagy ingyenes pozícióvá válik, azzal szerintem érdemes lehet kísérletezni. Amit viszont két oldalra nyitottnak kell lenni, szerintem úgy kell lenni, hogy mint egy 11-es rúgásnál, hogy állva kell maradni a kapusként az utolsó pillanatig, amíg meg nem látjuk, hogy merre jön a labda, mert azért annak ellenére, hogy ezt látjuk, ez egy olyan veszélyes piac, mint amikor nyáron 36 fok van, és gyönyörű az idő, de azért gyülekezhetnek felhők bármikor, és teljesen váratlanul jöhet egy olyan égszakadás, amire senki nem számított mondjuk az előző nap. Mm-hmm. Oké. Okay. Hát nagyon érdekes. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy ezt így megvilágította, de ebből a szemszögből még nem hallottuk. Hát akkor komoly stoppokkal a vonatra óvatosan felülni, feketőves pálya továbbra is. Köszönjük szépen neked, szép napot, jó munkát! Köszönöm szépen, szép napot! Jó nap, Richarddal beszélgettünk az elmúlt percekben az Accord alapkezelő portfólió menedzserével. Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. És még a hírek előtt jött az információ, hogy fontos info. Tegnap beszélgettünk ennek a Ginó pályázatnak a nagy bukásáról, hogy 4 perc alatt telt be a 100 milliárdos keret, és nagyon sokan hoppon maradtak. Részletesen elemeztük Brückner Gergővel, a Telex újságírójával, és ő most írja egyébként, hogy bejelentették konkrétan az innovációs minisztérium, hogy az egész borul, új menetrend van, tehát mégsem az van, hogy aki befért, az befért, és a botrány kapcsán az egészet újraírják. Mindenki, aki beadta a pályázatot, értékelésre kerül. Duplájára emelik a keretet, illetve a később felhasználásra tervezett 250 milliárdot is betolják most, tehát a 100 milliárd helyett 200 milliárd lesz. Mindenki részt vett benne, tehát aki arról kapott értesítést is, hogy értesítés, hogy nem ért be időben a pályázata, azok is. Úgyhogy teljesen újraírták, látták, beismerték végül is, hogy ez így nagyon-nagyon félrecsúszott ez az egész. Hát így mondjuk ugye aszfázott rá, aki úgy gondolta, hogy bent volt és megkaptam erőt, most minőségi szempontok alapján, igen, pont amiről beszéltünk hosszasan tegnap, mondjuk idézőjelben fázott rá, mert ugye igen, ahhoz képest, hogy mit gondolt tegnap óta, ahhoz képest igen, de egyébként pedig ahhoz képest, hogy ő egy pályázaton indult, ahhoz képest nem. Tehát most visszamentek a nullára, mindenkit befogadnak, és ahogy egyébként Brückner Gergely is javasolta,
értékelik a pályázatokat, és az alapján döntenek. Hát meg még az fázott most rá, aki abban bízott, hogy majd a következő körben pályázik, és ebben mondjuk nem szállt be, mert nincs következő kör. Ja, tehát igen. Az viszont teljesen elesett a dologtól. Tehát nyilván nehéz, itt most nem lehet igazságot tenni, de az, hogy előtérbe kerültek, tehát hogy nem a mázdi alapon dőlt el a dolog, hanem tényleg a minőségi szempontot figyelembe veszik, az mindenképpen pozitív összességében. Tehát egy nagyon nehéz helyzetből kellett kimászni. Magában az, hogy belátták, hogy ez így nagyon félre csúszott, és egy jókora bukta volt, az jó hír, hát ebből ne. De talán még kívülálló szemszögei alapján, meg amit mi beszélgettünk tegnap Gergővel az alapján is, talán az egyik legjobb megoldás sikerült így, a legkevésbé fájó megoldást összehozni, úgyhogy ez a fontos hír a Ginop pályázattal kapcsolatosan. Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!